Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, a Te igédet, és köszönjük, hogy azt napról napra olvashatjuk. Kérjük a Te szent lelked segítségét, áldását. Ted értetővé számunkra és személyessé az ígét. Amen. János Evangélium a 9. fejezetéből a 34. verstől olvasom Isten igéjét. Meghalotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Kedves testvérek, történetünk folytatódik, a zsidók a maguk részéről lezárták az ügyet azzal, kiközösítették, kiutasították a meggyógyított vakot, mert Jézushoz vonzódott, nem pedig hozzájuk. A történet azzal folytatódik, hogy Jézus segítségére siet annak, annak az embernek, aki miatt a bajba került. Elsősorban a hitét erősíti meg. Minden bevezetés nélkül felteszi a kérdést, hiszele az ember fiában? Nem úgy közeledik, hogy hiszele bennem. ember fiát használ ezt a kifejezést, János evangéliumában ritka ez a név. Szinoptikusok sokszor idézik, vagy sokszor használják ezt a messiási jelzőt. Ha itt az evangélista ezt a szót használja, ha Jézus, ezt a szót használta, akkor annak van jelentősége. Méghozzá az lehet, hogy a, fiko, a, hogy a hit fokozatosan alakulhat ki. Jézus először általánosságban a hitre való készségét akarja felébreszteni. És amikor vissza ez a meggyógyított ember, ki az Uram, hogy higgyek benne, így ismerteti meg magát. Akit látsz, aki beszél veled, az az ember fia. Abban kell hinned. Nem tudjuk, hogy ez az ember ismerte Dániel a jövendőlését a messiásról, vagy sem legalábbis ezen a néven. A válaszából azt lehet kiolvasni, hogy kész elfogadni őt, nincs tisztában azzal, hogy kicsoda a mess messiás, de Jézus itt leplezetlenül önmagáról beszél. És ebben a pillanatban a meggyógyult ember felismeri Jézusban a messiást, és leborul előtte, Uramnak nevezi és imádja őt. Hitben mi is ismerjük az Úr Jézust. Urunknak, üdvösségünk szerzőjének. Az igaz hit a kérdés. Azt tanuljuk a káténkban, Isten kijelentését igaznak tartó ismeret, iránta való bizalom. Ismerem az Istent, ismerem őt a Szent Írásból, ismerem a történeteket, a példázatokat, a bölcsesség elmondják, hogy kicsoda Isten. Kicsoda vele szemben az ember. Ismerem őt, de ismerem magamat is. Felismerem magamat is, hiszen az Ige, élő Ige, ma is szól, nekem szól. Egyik másik történet, egészen személyesen, talán éppen ez a vakon született meggyógyítása rólam szól. Noha nem. Voltam, ott mégis magamra ismerek. A másik összetevője a hitnek, a szívbéli bizalom, az intellektus, a tudás, az ismeret mellett egy érzelem, amely kialakul bennünk Isten felé. Látunk, érezzük az ő munkáját, ami életünkbe, körülöttünk, velünk vagy éppen bennünk, megérezzük, átéljük, hogy ő szeret minket és ez bizalmat ébreszt bennünk. Ő tudja, és ő munkája az én javamat. Még akkor is, ha az ő munkája fáj, vagy ha várat magára. A műtét is fáj, mégis bízunk a gyógyulásban. Ismered-e? Bízol-e te az Úrban? hiszel el hiszel el az ember fiában? adja meg Isten, hogy erre a kérdésre őszinte és tiszta szívvel igen tudj mondani.